Összefogás, közösségépítés, befogadás másként. Ezen gondolatsor mentén tevékenykednek országszerte a Család Esélyteremtési és Önkéntes Ház hálózat tagjai. A Fejér megyei programindító eseményen kiállítással, játszóházzal várták az érdeklődőket. Aki megtekinti, tényleg olyan üzenetet kap a gyerekrajzokon keresztül, hogy együttes tevékenységekben ismerhetjük meg egymást, és fedezhetjük fel egymás értékeit, és ez szerint én jó szívvel ajánlom a kiállítás megtekintését. A más fogyatékos gyermekekért alapítvány sikeresen pályázott a Fejér megyei Család Esélyteremtési és Önkéntes Ház projektre. A kormányzat ezek működtetéséhez 7 millió forinttal járul hozzá, de további források is lehívhatóak lesznek. Mindehez adódik hozzá a civil szervezetek önkénteseinek munkája, valamint az önkormányzati támogatások. 2 évvel ezelőtt egy közösségi szolgáltató központot képzeltünk el az akkori üres technikaházából. Ez valósult meg már a Fejérvári Civil Központban. Majdnap egy újabb nagyszerű állomásához érkeztünk, amikor ez az állami hálózatnak a Fejér megyei egysége itt kezdte meg Székesfehérváron a működését. A Fejér megyei Család Esélyteremtési és Önkéntes Ház programindító eseményén részt vett Soltész Miklós szociális, család és ifjúságügyért felelős államtitkár, Varga Tamás parlamenti államtitkár, országgyűlési képviselő, és Törő Gábor a Fejér megyei közgyűlés elnöke is, akik az esélyegyenlőség fontosságára hívták fel a figyelmet. A szemléletformálás, azt gondolom, ezek az absztrakt fogalmak és kulcsszavak, amelyek itt ebben a házban megvalósulva és jó gyakorlattá nem esedve segíthetnek mindannyiunkat abban, hogy elfogadjuk azokat az embertársainkat, akik mások, és megteremtsük nekik az esélyt, hogy az egész társadalom elfogadja és befogadja őket. Az eseményen Soltész Miklós államtitkár egy sikeres pályázatot is ismertetett a fehérváriakkal. A város szociális intézményei ugyanis 25 új ággyal gazdagodtak. Több célunk is volt ezzel az ággyal, az egyik az nyilván rászorultaknak az életét egy kicsit enyhíteni és segíteni, a fájdalmaikon enyhíteni, de ugyanígy célunk volt az is, hogy az ápolók, gondozók, akik őket segítik minden, amikben fizikailag és lelkileg is támogatják őket. Ők is egy kis pluszt kapjanak azzal, hogy talán könnyebb lesz a fizikai munkájuk. Az ágyakban lévő emelő szerkezettel könnyen változtatható a felső és alsó test állása, így a beteget anélkül lehet mozgatni, hogy az ápoló fizikai erőt fejte neki. Az ágy másik különlegessége a fekvő felület. A matrac olyan bevonattal van ellátva, amely megakadályozza a felfekvés kialakulását. Az ágyakat a szegedi börtön rabjai készítették.